Idén kevesebb javaslat érkezett a megyei értéktárbizottsághoz, ezért nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy új lendületet adjanak az értékteremtő munkának. Ebben az évben sajtótájékoztató sorozatot szerveztek Lépésről értékre címmel, amelynek során egy-egy értékre fókuszálva az adott térségeket is bemutatták. Ülésezett is természetesen a bizottság. Az ülések alkalmával ebben az évben 7 új értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. Ezek között ott van a gyülei református templom, mint Árokháti Béla emlékhely, a Bürkös zenekar, mint a megye egyik legkiválóbb zenekara, az újfehértói Szikes, a keleti gyepő hagyományőrző tevékenysége, és hát a legutóbbi bizottsági ülésen pedig Szabolcs községhez kötődően, de nyugodtan mondhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez nagyon kötődően, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történelmihez kötődő emlékek kerültek felvételre. Egyrészt a honfoglaláskori földvár, aztán az Árpád-kori református templom, illetve a Mudrány kúria Szabolcs községben. Azt hiszem, hogy ezek olyan értékek, amelyek már nagyon régen kellettek volna, hogy szerepeljenek az értéktárban. Így már 108 értéket számlál a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, és már a jövő évre is készülnek a javaslatok. Az értékgyűjtés mellett más tevékenység is folyik a háttérben, többek között pályázati lehetőségeket keresnek a fejlesztésre és az értékek népszerűsítésére. Erre biztosított jó alkalmat az Értékes Barangolás címet viselő vetélkedő, amelynek első online fordulója már lezajlott, folytatása pedig 2019 tavaszán lesz. Emellett folytatni kívánjuk a Házadba léphetek című kiadványt, amely első része az a szatmári középkori református templomokat mutatta meg. Most elnyertük ennek a folytatására egy pályázaton keresztül az összeget, és így a Házadba léphetek 2 el fog készülni. Még talán most se lesz teljes ez a középkori templomokat bemutatni kívánó kiadvány, de azért úgy gondolom megint egy hatalmas lépést teszünk, és hát nagyon örülünk annak egyébként, hogy majd 90 középkori református templom van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Azt hiszem, hogy ez egy olyan örökség, amelyet nem csak ápolni kell, hanem nagyon büszkének is kell lennünk rá, hiszen ez nem csak Magyarországon egyedülálló, hanem úgy gondolom, hogy a világban is. Ez a kiadvány ráadásul már online, a megyei értéktár honlapjáról is bárki számára ingyenesen elérhető.